Az idei Területi Balesetmegelőzési Bizottság ülésén mások mellett Bordás Béla munkáját is elismerték. A városgondnok 4 szolgálati telefonjára naponta 150 hívás érkezik. Saját bevallása szerint a nap 24 órájában rendelkezésre áll, élete egybefort Nyíregyháza közlekedésével. A közlekedés, hát ez a szívügyem. A közlekedési balesetek visszaszorítása az megint. Megpróbálom tájékoztatni a kedves hallgatókat, tévénézőket mindig a baleseti okokról is, hogy el lehetett volna kerülni azt a közúti közlekedési balesetet, ha vigyáztak volna. Díjazták a városgondnok mellett Ferenci Péter rendőrhadnagyot, valamint Rutkovszkiné Fedor Ildikót, aki 16 éve szervez közlekedésbiztonságjavító, játékos rendezvényeket a legfiatalabb korosztály számára. Elhatároztuk, hogy mivel 8 csoportos óvoda vagyunk, 8 állomást alakítottunk ki az óvodába, és minden állomáson olyan tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek, ami által még nagyobb biztonságban lehet a mindennapi életük. A szülők ennek nagyon-nagyon örülnek, hálásak érte, hiszen minden szülő a legdrágább kincsét szeretné, hogyha biztonságba tudhatná. Tóth Attila városi rendőrkapitány elmondta, több mint 240 térfigyelő kamera, számos közterületfelügyelő és polgárőr segíti a rendőrség munkáját, sőt, drónok segítségével ma már 50 méter magasságból is látják, ha egy sofőr biztonsági öv becsatolása nélkül kanyarodik mobiltelefonozás közben. A legjellemzőbb baleseti okok ennek ellenére ugyanazok. Az első és legfontosabb a sebességnek a helytelen megválasztása, ez szorosan követi az elsőbségi jognak a meg nem adása, és ezen kívül még a kanyarodási szabályok, a követési távolság és alapvetően a figyelmetlen vezetés alapvetően a balesetek okai. A Területi Baleset Megelőzési Bizottság ülésén a város legfontosabb szervei is képviselték magukat. A szakmai előadáson elhangzott, hogy az idei statisztikák nem rosszabbak a tavainál, de továbbra is van min javítani a közlekedésben.